Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Novemberben a Tolna megyei szakképzési centrum összes iskolája nyílt nappal várja a most 8-os diákokat. Csapó Gábor főigazgató szerint a tanulóknak ezeken a programokon lehetősége nyílik betekinteni az oktatási intézmények életébe, tanóráiba. Már javában zajlanak a nyílt napok a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Többek között Bonyhádon a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor technikum és kollégiumban rendhagyó módon halloweeni hangulatban teltek a tanórák és a nyílt naphoz kapcsolódó rendezvények. What country, what city is he connected to? Where was he? Reggel tartottunk egy általános tájékoztatót, amit bemutatunk először is az iskolánkat. Ugye új székhelyünk van, ez is egy fontos információ sokak számára. Utána bemutattuk egyáltalán a duális szakképzés lehetőségeit, a technikum és szakképzőiskolai képzéseinket. Beszéltünk a duális szakképzés előnyéről, az ösztöndíjrendszerről, a pályakezdési hozzájárulásról, és hát utána játékos formában a tanárok és a diákok bevonásával az ágazatainkat is bemutattuk. Reményeink szerint, és most pedig 4 órában nyitott órák keretében megismerhetik játékos, halloween-es feladatok keretében, hogy mi folyik a tanórákon is tulajdonképpen. 100 fölötti helyünk van, üres helyünk, tavaly is azért 96 betöltött helyünk volt, tehát azt gondolom arányában is jó vagyunk. Mind a szakképző évfolyamon, mind a technikumon több választási lehetőségünk van, nagyon sok ágazat, igyekszünk a fiúknak és a lányoknak is valamit kínálni a palettánkban. Saját készítésű ételüket kínálják a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola diákjai a Szekszárdi Piac tér rendezvénytermében megtartott nyílt napjukon. 2 fajta olasz süteményt készítettünk, egy félig. Te neked befejezni. Melyiket fejeznéd be szívesebben, a tiramisút vagy a pannikot? A résztvevő általános iskolások készíthettek maguknak édességet, illetve a programok között szerepelt az olasz tésztakóstoló és a barista bemutató is. Nem véletlen a helyszín választás sem, szerettünk volna egy központi helyen lenni a városban, illetve ugyanolyan modern környezetben, amilyenben majd kerülnek a hozzánk jelentkező tanulók reményeink szeptember 1-től, ugyanis a következő tanévet a felújított épületünkben kezdhetjük. Nagyon-nagyon modern körülmények között, megújult iskolaépülettel, megújult berendezéssel, iskolabútorral, úgyhogy azt hiszem, hogy 21. századi színvonallal tudunk szolgálni a jelentkezőknek. Erre a rendezvényre nagy örömmel és nagy kedvel készültek oktatóink, diákjaink, és úgy látom, hogy azt hiszem a képekén is látszódni fog, hogy örömmel veszik ezt a látogatók. Félkész termékeket hoztak, kedveskednek a vendégeknek, a vendégek interaktív módon bekapcsolódhatnak és befejezhetik ezeket a mondjuk cukrászati termékeket, vagy éppen kis kínáló falatkákat, illetve a turisztika területén pedig interaktív játékokkal ismerkedhetnek a szakmával. Remélem, hogy minden oktatott szakmánkból kapnak ízelítőt. Van 3 féle lehetőség, azt hiszem, ennyi minimum, hogy tovább tudjanak lépni a tanulóink az iskola elvégzése után. Nagyon sok tanulónk visszajön hozzánk, mondjuk egy másodszakmát tanulni. Ugye tudni kell azt, hogy 2 szakma elvégzése ingyenes, és egy szakképesítésnek az elvégzése. 7 szakképesítést kínálunk, és ugyanezeket a szakmákat, amiket felsoroltam, felnőtt oktatásban is kínáljuk. Tehát aki nálunk elvégez egy szakmát, rendelkezik egy ágazati alapképzéssel, ezzel az ágazati alapvizsgával jogosult arra, hogy a többi szakmára rövidített időtartamra jelentkezhessen hozzánk képzésre, azaz náluk például 1 év alatt lehet egy újabb technikus, vagy egy újabb 3 éves, vagy 3 évesnek megfelelő szakmához jutni. Horváth Virág vendéglátás szervező szakon tanul az intézményben. Engem mindig is érdekelt ez a vendéglátás, szeretek emberekkel foglalkozni, mert ugye ők is mosolyognak, kicsit átadni ezt a boldogságot. Maga a közösség egy nagyon-nagyon összetartó közösség. Tényleg szuper programokat szoktak tervezni, rendezni mindent, és hát a gyakorlat is ugye nagyon jól szokott, az oktatók nagyon mindent megmutatnak. Csapó Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum főigazgatója elmondta, novemberben tovább folytatódnak a nyílt napok. Hát azt gondolom azért nagyon nehéz helyzetben van ma egy 8-os, mert heteken, hónapokon belül meg kell hozza az élet egyik legfontosabb döntését, azt, hogy melyik középiskolában folytatja a tanulmányait.
És ez nem csak érzelmi kérdés, ez a jövőről szól. Én azt gondolom, ehhez az egyik legjobb lehetőség az, hogyha konkrétan bepillantanak az iskolák életébe, szülővel együtt lehetőség van erre. Én azt gondolom, erre a legjobb lehetőség a nyílt nap. A Tolnamegyei Centrum mind a 8 intézménye iskolája szervezett a múltban, és fog szervezni még az ősz folyamán nyílt napokat az érdeklődő szülőknek és nyolcadikosoknak. Aki lemaradt, az se késett még el. Van nagyon-nagyon sok lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak a Tolnamegyei Szakképzési Centrum iskolái intézményei. Abban nagyon bízunk, hogy a jövőben is ilyen nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot ezek a nyílt napok, mutatva ezzel az, hogy a szakképzés mennyire népszerű ma Magyarországon. A nyílt napok időpontjai pedig a következők. Aki az Adiba, a Szekszárdi Adi iskolába szeretne betekinteni, az november 5-én fog tudni benézni, illetve megnézni a tanórákat, megismerni az iskola képzési kínálatát, illetve lesz még januárban is nyílt napja az iskolának. November 6-án a Bezerégy iskolában lesz az iskola első nyílt napja, aki viszont nem tud ezen a napon eljönni, az december 3-án fogja tudni az iskola második nyílt napját megtekinteni. November 9-én az első István szakképző iskola tartja Pakson a nyílt napját, ők is szeretettel várják az érdeklődőket. Ugyanezen a napon, illetve november 23-án van Dombóváron az Apáczai iskolánkban is nyílt nap, oda is bepillanthatnak a tanulók. És hogy ne maradjon ki Tamási, a Vályi iskolánk november 18-án és 19-én tart nyílt napot, nagy szeretettel várják az érdeklődőket. Hogyha szeretnének további információt a képzési palettánkról, akkor a Tolnamegyei Szakképzési Centrum honlapját ajánlom a figyelmükbe, a TMSC-hút, ahol minden együtt megtalálható ezekkel kapcsolatosan. Dandártábornoki rangot kapott Balázs Gábor, a Tolnamegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetője, Áder János köztársasági elnöktől. Az igazgató elmondta stábunknak, úgy érzi megérkezett, neki ide vezetett az útja, és ezt szeretné a továbbiakban is nagyon jól végezni. Ez az év, ez egy rendhagyó év számomra. Életem egyik legsikeresebb időszakát tudhatom eddig magam mögött, és hát bízunk benne, hogy még nincs vége. 2021. október 20-án a budapesti Sándor palotában Áder János Magyarország köztársasági elnöke dandártábornokká nevezte ki Balázs Gábort, a Tolnamegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetőjét. Ez az én életemben egy olyan esemény, amelyet a gyermekeim születéséhez tudtam hasonlítani, amikor megkérdezték, hogy mit érzel, igazgató úr. Hát ezt éreztem, ami egyszeri megismételhetetlen a maga pompájával egyébként, a Magyarország legnagyobb közögi méltóságától egy kinevezést átvenni nem mindennapi dolog. Viszonylag kevés időm volt a felkészülésre. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, illetve belügyminiszter úrnak a felterjesztésére kaptam meg ezt a kinevezést, és ebben mindenkinek a munkája benne van. Valóban én viselem ezt a rendfokozatot egyébként október 23-ai időponttól kezdve, De nagyon sok embernek a munkája van benne, a közvetlen munkatársaimé, a tágabb munkatársaimé, a Tolna megyei tűzoltóké. Az együttműködő szervezeteket sem hagyhatom figyelmen kívül, hiszen Tolna megyében megkerülhetetlen a paksi együttműködés, megkerülhetetlen a közigazgatással, az önkormányzatokkal történő együttműködés, az önkéntes és civil szervezetek. Szóval ebben az elismerésben, hiszen egy elismerési forma, ebben nagyon sok embernek a munkája, együttműködése benne van. Igen, és benne van az a 35 év, amit én a pályán eltöltöttem, tehát nem akarom álszerénységgel körbe rakni ezt a kitüntetést, de valóban úgy érzem, hogy sok embernek köszönhetem, hogy idáig eljutottam. A legnagyobb dolog egy férfi, egy katona életében az, hogyha Magyarország tábornokai közé tartozhat, hiszen ez egy zárt csoport, és szerintem minden fiúnak vágyálma, hogy ezt elérje, bár nyilván megfogalmazódik az emberben, hiszen 8 évet töltöm be a megyei igazgatói beosztást, és ez egy tábornoki hely. Tehát, hogy előbb-utóbb elképzelhető, hogy az emberre rákerül a sor, mondjuk, de el
bagatelizálni se szeretném ezt, mert nem rákerül a sor, hanem az előjárók úgy gondolják, hogy az a munka beérett, az a munka talán hasznos és fontos és eredményes is, amit végez az ember, és akkor kerül arra a posztra, vagy abba a polcra, hogy egyáltalán neve fölmerülhet, hogy tábornoki kinevezést megkaphasson. Az igazgató elárulta, hogy bár nem számított rá, nagy vágya volt, hogy egyszer ezt is elérje. A tűzoltóság vonatkozásában a katasztrófavédelem ugye 2000. január 1-i megalakulásával, tehát 21 éve nem volt tűzoltó dandártábornoka, sőt, ha visszamegyünk a történelemben, akkor az újkori tűzoltóság, tehát a 20. századi tűzoltóság történetében sem volt Tolna megyének tábornok vezetője, úgyhogy én viccesen mondtam a reggeli eligazításon, hogy történelmet írtunk, nem kell ezt ilyen komolyan venni, viszont én azt gondolom, hogy valóban ez egy olyan eredmény, egy olyan esemény, amely Tolna megyében is meghatározó, hiszen a köztársasági elnök elismeri azt a munkát, amit a tűzoltók a lakosság védelme érdekében végeznek. Ezzel kifejezte azt is, hogy mennyire tartja fontosnak, hogy egy ilyen szintű beosztásban lévő ember lássa el a feladatot. Egy barátomtól tanultam, hogy ébredj mindig egy új céllal. Nagyon komoly célok vannak. De a legfontosabb az, hogy annak az elvárásnak megfeleljünk továbbra is, amit számunkra egyrészt az előjáró diktál, másrészt a jogszabályokban megjelenik, tehát az a hatósági hatáskörnek a gyakorlása, mentő-tűzvédelmi feladatok végrehajtása, oktatás, képzés, nevelés, egyáltalán a biztonság kultúrájának a fejlesztése, ez nagyon fontos feladat, és ha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy innen hova vezet még az út, én szerintem nekem ide vezetett az utam, én nekem ez a feladatom, és ezt szeretném nagyon jól végezni. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar tehetséges utánpótlásához tartoznak azok a tanulók, akik részt vesznek a Csapó Dániel emlékversenyen, mondja Fülöp Mónika, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképző iskola és kollégium igazgatója. Idén 35. alkalommal rendezték meg a versenyt, 15 tanuló mérettette meg magát. Az első helyezésért járó díját veszi át Pető Dominik, aki a 35. Csapó Dániel emlékversenyen ért el kimagasló eredményt a hagyományok értékek megőrzése témakörben. A Dáva közt mutattam be, utána a települést, ahol lakok, Szanyt, aztán a táncokat. Pető Dominik elmondta azt is, a jövőben szeretné továbbadni a hagyományokat a fiatalabb generációknak. Cibolya Máté az élelmiszeripari technológiák bemutatása témakörben szerezte meg az első helyet. A versenyző a birsalmáról tartott előadást. Birsalmi kincs témát. A birset dolgoztam fel, és annak hatásait szervezetünkre. Bemutattam úgy a birsalma milyen jótékony hatásai vannak, de mondjuk milyen hátrányai is lehetnek ezek mellett. Bemutattam, hogyan készítettem el a birsalma sajtomat, illetve hogy milyen variációkat lehet még készíteni a birsalmából. Főztem már tavaly is, meg tavaly előtt is, és mivel otthon megtalálható a kertünkben, így gondoltam ezt a témát választom. A Csapó Dániel emlékverseny 35 év alatt országos szintűvé nőtte ki magát. Idén a három témakörben összesen 15 diák mérettette meg magát, mondja Fülöp Mónika, igazgató. Három szekcióban várjuk az ország egész tájáról, minden mezőgazdasági iskolájából a dolgozatokat, az alternatív mezőgazdaság, élelmiszeripar és a hagyományok és a vidék fejlesztésének lehetőségei témakörben. Tanulók megírják a dolgozatokat, külső bírálók értékelik ezeket, és itt a külső bírálatok után készítenek ők egy PPT-t ebből, és itt bemutatják. Minden évben márciusban hirdetjük ezt a versenyt, az idén a pandémia miatt el kellett halasztanunk őszre, tehát tavaszra 28 dolgozat érkezett be, ebből most 17-en vállalták ősszel a megmérettetést, és 15-en tudták bemutatni az előadásaikat. De a zsűri tagjait a három szekcióban mindig úgy igyekszünk felkérni, hogy országos intézményekből, illetve helyi intézmények képviselői is részt vehessenek benne. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárminisztérium képviselői voltak a bizottsági tagok.
Határon túli újságíróknak tartottak konferenciát Tengelicen. A rendezvényen többek között Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője tartott előadást, majd az esemény másnapján Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszélt arról, hogy mennyire fontosnak tartja az újságírók munkáját, hiszen ők tudnak hiteles képet adni a magyar nemzetpolitika aktualitásait illetően. 2005-ben jött létre az a határon túli magyar újságírói szervezet, aminek célja az volt, hogy teremtsenek egy olyan közeget a Kárpát-medencében, ahol lehetőség van az újságíróknak, médiumok képviselőinek, hogy találkozzanak és eszmét cseréljenek, ne csak a saját tapasztalatok megosztásában, hanem abban is, ami a magyar nemzetpolitika kérdésköreit és aktualitásait illeti. A program egyik vendége Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, hogy nagy szükség van erre az egyesülésre, hiszen az újságíróknak kiemelt szerepe van a közvélemény formálásában. 16 évvel ezelőtt, 2005-ben jött létre ez a határon túli magyar újságírói szervezet. Elsősorban a nyomtatott médiumoknak a képviselőit fogja össze, vagy fogta össze, és az elmúlt 15-16 évben bebizonyította azt, hogy az életre hívására nagy szükség volt, mert hogyha nemzetre gondolunk és a nemzet továbbélésére gondolunk, akkor nyilván gondolunk egy intézményrendszer megerősítésére, de az intézményrendszer nem csak a politikai intézményrendszert, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális intézményrendszert jelenti, hanem a médiát is jelenti. Az elmúlt években sokat tettünk annak érdekében, hogy a magyar médiát a Kárpát-medencében és minden egyes régióban meg tudjuk erősíteni. Öröm látni azt, hogy olyan újságírók vannak itt, akik én gondolom, hogy a tevékenységünket valahol díjazzák, és sok esetben barátként is tudunk egymással beszélgetni. Én a személyes munkámhoz is egyébként a médiumok részéről az elmúlt években nagyon nagy segítséget kaptam, és ezt köszönöm. A Tengelicen megrendezett konferencián Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is előadást tartott az egybegyűlt újságíróknak, ahol elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy a Kárpát-medencében élők pontos és hiteles tájékoztatást kapjanak az anyaország politikájáról, nemzetpolitikájáról. Én éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy tegyünk egy aktuális ilyen áttekintést arról, hogy mi az, amit mi követünk a nemzetpolitikában. Mennyiben változott ez az elmúlt 11 esztendőben. Nyilvánvaló, hogy annak a három elvnek hogyan tudunk megfelelni, ami számunkra egyrészt a minden magyar számít elvét jelenti, hiszen mindenütt most népszámlálások is vannak, és ez nagyon szép a magyar nyelv, ugye jól kifejezi, hogy minden magyar számít, de tényleg számunkra is számít minden magyar, lett légyen tömbben vagy szorványban élő. Ugyanakkor szeretnénk azt biztosítani, és ez a második pillér, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon élni, boldogulni és gyarapodni. Erre kell minden lehetőséget biztosítani, ezért is biztosítja a magyar kormányzat nagyságrendekkel, nagyobb támogatásával, gazdasági támogatást, szociális, hiszen a Köldökzsinór program például határon túl is érvényesíthető. És a harmadik pedig az, hogy látni kell, hogy a magyarság ma már világnemzet, tehát számunkra nem csak a Kárpát-medencében élő közösségeink, hanem a diaszporában élő közösségeink is fontosak. Így mára már elmondhatjuk, hogy egy egységes magyar nemzetté váltunk, ott, ahol számunkra nem csak a párbeszéd biztosított, hanem az identitás megőrzésének a valósága is, és ezen kívül a kultúránk, hagyományaink őrzése. A rendezvényen átadták a messzelátó díjat is, amit idén Potápi Árpád János kapott. Hálás szívvel köszönöm meg azt, hogy rám gondoltatok, engem választattatok az idei évben díjazottnak. Tényleg meglepetés. Köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt és komolyan gondolja ezt a dolgot, illetve azokat a szavakat, amiket elnök úr elmondott. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik előrelátóan tudnak gondolkodni és tenni azért, hogy a magyarság helyzete itthon is és külhonban is stabil és erős legyen.
Két nem, két világ címmel tartott előadást Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa, és Fekete Rita gyermekjogi képviselő a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában. A program során a férfi és a női gondolkodás különbözőségéről, illetve az ebből adódó kommunikációs zavarokról beszéltek a szakemberek. 14 évvel ezelőtt indult útjára a Szülők Akadémiája című programsorozat a Szekszárdi Szent József Katolikus Iskolában. Azzal a céllal, hogy az intézményben tanuló gyerekek szüleinek és a pedagógusoknak, illetve azoknak, akiknek felkelti az érdeklődését a nevelés, az oktatás vagy a gyerekekkel való bánásmód témaköre, segítséget nyújtson. Az évek során rendkívül változatos volt tulajdonképpen a spektrum, hiszen jöttek egyházi személyek, pszichológusok, kommunikációs szakemberek, mindenféle területről. A közös az mindig az, hogy a világnézetünk nagyjából azonos, de hogy hogyan közelítjük meg a gyereknevelést, a családi életet, annak a fontosságát, hogy az újabb és újabb generációk ugye megkapják azokat az értékeket, amiket azért a világban, amilyen helyzetben most élünk, azért nagyon, nagyon nehéz átadni, és a szülők is tulajdonképpen kínlódnak és válaszokat várnak, meg nekünk is egyre nehezebb a dolgunk, és tulajdonképpen ezeken az estéken fogódzókat kapunk. És a nagy előadássorozatunkon belül egy blokkot képvisel tulajdonképpen a ma esti előadás, amely külön címsorozat, vagy a sorozatnak van egy külön címe is, a Holnap formáló. Ennek az ötlete Nagy Pétertől származik, aki a mi egyházmegyénk oktatási referense, és egyébként kidolgozott programmal minden egyházmegyei iskolába, általános és középiskolába egyaránt jár, rendszeresen előadásokat tart, nem csak szülőknek, nem csak pedagógusoknak, hanem a gyerekek osztályfőnöki óráin is megjelenik egy családi életre nevelés program keretében, minden tanévben 5 alkalommal. Az általános iskolákban azt jelenti, hogy a felső tagozaton természetesen. Péter Fekete Ritával közösen, aki a rendőrségnek volt a munkatársa, dolgoztak ki ezt a programot, és tulajdonképpen arról szól, hogy azok a problémák, azok a nehézségek, amelyekkel ma egy család szembenéz, hogy hogyan tudja egyáltalán megőrizni önmagát ebben a hát nagyon nehéz időszakban. Az előadások során többek között a család szerepét szeretnék kiemelni a szakemberek. Általánosságban ez a sorozat a címéből adódóan a következő generáció nevelését próbálja górcső alá venni, és abból indulunk ki, ez egy előadássorozatként indult el pár évvel ezelőtt, és meg is maradt, hogy elmondjuk, hogy a család mit tud adni a következő generációnak. Egy házasság, egy jól működő házasság milyen biztonságot képes adni egy gyereknek, milyen értékeket tud átadni, hogy az a gyerek az életben majd a saját problémáit meg tudja oldani, hogy értékesnek érezze magát, hogy magabiztosnak érezze magát, és képes legyen bizonyos feladatok ellátására, vagy más emberekkel való együttműködésre. Hogy ezt nem tanulja meg egy gyermek, akkor felnőttként kell ezeket megtanulni, de az már nagyon sok buktatón és nagyon sok kudarcon keresztül fog vezetni. Az előadás egyik részében arról beszélünk, hogy mi lenne a családnak a feladata, mit kéne a szülőknek csinálni, mit kéne a férfinak, a nőnek, mire van szüksége a gyereknek, ahhoz, hogy egészséges, felnőtt, érett személyiségé alakuljon. És az előadás másik felében meg kitérünk arra, hogy ha ez nem történik meg, akkor milyen problémák fognak begyűrűzni. Nem rögtön, sajnos nem rögtön jelentkeznek ezek a problémák, hanem akár 5-10-15 évvel később, ami viszont a bűnüldözésben, a jogban, a széthullott családoknak a mindenféle gyámhatósági ügyeiben csapódik le. És ezeknek a hátterében nagyon sokszor az jelenik meg, hogy sajnos nem volt felkészült az a család, ahol ez a gyerek felnőtt, és nem kapta meg azokat a tápokat, amik a személyiség fejlődéséhez szükségesek. Az előadás ezúttal a Két nem, két világ címet kapta, amely során a félreértett impulzusokat, a férfi és a női gondolkodás különbözőségét, illetve az ebből adódó kommunikációs zavarokat taglalták. Abban a tévképzetben vagyunk, hogy mindenki ugyanazt gondolja, mint mi. Abból indulunk ki, hogy nekünk hogy áll össze a világ.
abból indulunk ki, hogy mi mit tapasztaltunk, hol nőttünk fel, hogyan szocializálódtunk. És hogyha ezt követeljük a másikon, akkor abból előbb-utóbb konfliktus lesz. Ha pedig konfliktust nem tudunk megtanulni, kezelni, akkor abból háborúság lesz. És hogyha a férfi és a nő által érzékelt valóságot úgy gondoljuk, hogy el kell várnunk egymástól annak, hogy megértenénk a másikat, akkor abból családi háborúság lesz. Mindenféle párkapcsolati drámák, aztán válások, és az ilyen közösségben, ilyen háborús övezetben felnőtt gyerek, az egész máshogy fog szocializálódni, mint egy működő, funkcionáló családban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!